Idén 500 hallgatót köszöntöttek a Dunaújvárosi Egyetem tanév nyitóján. Mobil bűnmegelőzési kisbusz érkezett a Dózsa György általános iskolába. Szombaton egy Budaörs elleni mérkőzéssel kezdi az új szezont a DKKA. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Mintegy 500 hallgatót köszöntöttek a Dunaújvárosi Egyetem rendezvény és sportcsarnokában az intézmény ünnepélyes tanévnyitóján. Az őszi szemeszter szeptember 11-én hétfőn kezdődik, és mintegy 2000 hallgató kezdi meg tanulmányait. Kedves esetleges hallgatók! Büszkén tudjuk, hogy köszönjük, hogy a számunkra az zavar, és mindent választottak. Jól tették, hiszen az előadottam, igyekszünk. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora köszöntötte a 2017-2018-as tanév első éves hallgatóit az intézmény ünnepélyes tanévnyitóján az Egyetem sport- és rendezvénycsarnokában. Beszédében többek között beszámolt a felsőoktatási intézmény népszerűségéről és az az mögött álló sikeres időszakról, hiszen, ahogyan mondta, az alapképzésben a nappali tagozatos hallgatók száma emelkedett. Elmondta, a gyakorlatorientáltság és a hallgatóközpontúság a legfontosabb. Egy életre való hallgatóként egy jó diplomával a kezükben találják meg a számításukat. Ezt kívánta a gólyáknak a rektor. Én azt gondolom, hogy aki itt marad Magyarországon, és aki itt szeretne boldogulni, ha majd pillanatig is átgondolja azt, hogy akik itt vannak a körünkben, azok azért vannak itt, mert mind a szakmai kapcsolataink, mind pedig a hallgatókkal kapcsolatos igényeik megjelennek, én akkor azt gondolom, hogy jól teszik, nagyon jól teszik, hogyha végigjárják nálunk ezt az időszakot, ha tanulnak, ha aktívak, ha a tehetséggondozásban részt vesznek, mert azt kell mondanom, hogy az a hallgató, aki végez nálunk, az garantáltan el tud helyezkedni. Csak az nem helyezkedik el, aki nem akar. Milyen legyen a mai fiatalok jövő? Milyen jövő vár önökre a Dunás Egyetem hallgatóira? A válasz egyértelmű, ez senki másnak nem múlik, csak a Dunás Egyetem hallgatóira, tehát az ünnepségen Cserna Gábor polgármester is tiszteletét tette, aki főként a hallgatókhoz szólt. Elmondta, az előttük álló jövő csak és kizárólag rajtuk múlik. Ezt követően pedig gratulált a második egyetemi tanévkezdéshez. Amilyen jövőt önök választanak maguknak, amiért keményen meg is dolgoznak, olyan lesz a Dunaújváros, az lesz Magyarország, és az lesz Európa. A magyar jövőt, Dunaújváros jövőjét önöknek jelentik, kedves hallgatók. Ezért legyenek elég bátran a családot, a közösséget, a nemzetet tisztelni, erősíteni, a multikultival szemben. Legyenek elég merészek a hagyományos európai értékek mellett, a mindent egynemű masszává gyújtani akaró divat irányzatok. Önök jelentik a fejlődésiként kívánni szolgálni. Esküvőn szülveszek. Az ünnepi beszédeket követően a mintegy 500 első éves hallgató gólya esküdtett, amelyben megfogadták, hogy a tőlük telhető legjobb eredménnyel végzik munkájukat, ezzel is öregbítve az egyetem hírnevét. Jó közösséget, azt, hogy azt tudom tanulni végre, amit szeretnék, és hogy azt tudjak lenni, aki én akarok. Sok buli, jó tanárokat, remélem könnyen veszem az akadályokat, körülbelül ennyi. Hát, hogy azért kapok egy biztos, stabil pontot képzés terén, meg hogy sok élményben lesz részem, meg új embereket ismerek meg. Nagyon sok tanulást, és hát szerintem jó hangulatban fog ez eltelni. A 2017-2018-as tanév szeptember 11-én hétfőn kezdődik az intézményben. Ekkor mintegy 2000 hallgató kezdi meg tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetemen.
Már lehet regisztrálni a Kutatók Éjszakája országos programsorozatra. Idén, szeptember 29-én pénteken ismét megrendezik a Kutatók Éjszakáját. A szervezők országszerte több mint 2000 ingyenes programmal készülnek az érdeklődőknek. Ezekre a programokra péntek reggel 7 órakor az esemény hivatalos honlapján már elindult a regisztráció, amelyet azért érdemes időben megtenni, mert egyes programok csak korlátozott számban látogathatók helyszüke miatt. Regisztrálni tehát a www.kutatókeiszakája.hu oldalon lehet. Pénteken a Dózsa György általános iskolába érkezett a mobil bűnmegelőzési kisbusz az első osztályosokhoz. Az akció célja az volt, hogy a kisdiákok tájékozottak legyenek a rendőrséggel és feladataikkal kapcsolatban. Kisdénes elmondta, hogy a kisgyermekek már az Ovizsaru program keretein belül megismerkednek az alapvető információkkal a rendőrséggel kapcsolatban. Ám ez az első alkalom, hogy mobil kis busszal érkeznek a szakemberek azért, hogy még több információhoz juttassák az elsősöket. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén ez az első alkalom, hogy ezzel a mobil bűnmegelőzési centrummal megjelenünk helyi általános iskolákban. A célja az az, hogy az óvodából frissen általános iskolába került gyerekeknek az új környezetben valami új élményt is adjunk. Mindig is fontos volt a rendőrségnek az ifjúságvédelme, különböző ifjúságvédelmi programokkal, bűnmegelőzési programokkal folyamatosan ténykedik a rendőrségnek a bűnmegelőzési osztályai. A mobil bűnmegelőzési centrum Székesfehérvárról érkezett kis busszal. Számukra ez már a sokadik alkalom, hogy a megyében ellátogatnak különböző általános iskolákhoz, és az elsősöket próbálják fontos dolgokra megtanítani. Természetesen meglepetésekkel, rendőrös lufival, könyvjelzővel és órarenddel ajándékozták meg az ügyes osztályokat. Olyan kérdéseket próbálunk a gyerekeknek feltenni, amelyre én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban óvodában is már a szülőktől, illetve az Ovizsaru program keretében, akár az óvodában is már kaptak választ, tehát mi a rendőrnek a feladata, hogyan lehet segítséget kérni, ha bajba kerülnek, illetve az egyedül tartózkodásnak milyen szabályai vannak. Nagyon ügyesek a gyerekek is válaszolnak. Mi igyekszünk minden gyereknek valamilyen apró ajándékot adni. Ezzel az akcióval próbálják demonstrálni azt, hogy a rendőrségnek fontos feladata az ifjúságvédelem. A megmozdulás rendkívül hasznos, hiszen a szülők is nyugodtabbak, ha tudják, hogy gyermekük biztonságban van, mert elsajátította a legfontosabb információkat a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. A Kulcsi Sportegyesület családi napot szervez szombatra, ahová mozgalmas programokkal várják a kilátogatókat. A szervezők a szükséges energiabevételre is gondoltak, ezért bográcsos lecsófőző versenyre várják a családokat, baráti társaságokat, amelyeket fél egytől kóstol és pontoz a zsűri. 11 óra 30 perctől közösségi sportprogramok kezdődnek, délután 4 órától pedig Katus Attila tart átmozgató órát a jelenlévőknek. A nyáron tovább erősített a Budaörs elleni mérkőzéssel, de a siker reményében kezdi meg az új szezon küzdelmeit szombaton este a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata a KNTH női kézilabdaliga keretein belül. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik hazai pályán. A Budaörs elleni hazai mérkőzéssel vág neki szombaton este 6 órától a KNTH női kézilabdaliga küzdelmeinek a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese. György László tanítványaira nem vár könnyű mérkőzés. Az előző szezonhoz képest 6 játékos változás történt a csapatban. A lányoknak 8 hetük volt a felkészülésre, ami kimondva ugyan nem túl sok, de napi több edzés és a nagyon sok edzőmérkőzés bizakodásra ad okot a szezonra nézve. Egyeztetve a szakmai vezetéssel ugye elhangzott az első 6 hely valamelyik megszerzése.
magas célok ezek, és ugye tavaly, ha egy mondat erejéig vissza lehet érni, ugye a negyedik hely az egy, én úgy gondolom, és úgy ítéli meg a szakmai vezetés is, hogy az egy extra teljesítmény volt a csapatunktól, hogy elértük. Az idei bajnokság, ha lehet mondani, a tavalyihoz képest még erősödött, még nehezebb bajnokság lett, még nívósabb játékosokat igazoltak a rivális csapataink, de nem elérhetetlen célokat tűztünk ki természetesen magunk elé, és bízom benne, hogy meg fogjuk oldani, és ezeket a célok valamelyikét megszerezzük. Csütörtökön vált nyilvánossá, hogy a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megkapott minden engedélyt a csarnok felújítására vonatkozó beruházásra. Gondolom, hogy sok kézilabda barátot lázba hozott ez a hír, amit nagyon vártunk már, és végre megszületett és nyilvánosságot kapott a kormány döntése. Hát egy nagyon szép létesítmény lesz, hogyha elkészül, és remélem, hogy sokan megérjük, akik szeretjük a kézilabdát. A jelenlegi helyen, de kibővítve, megszépülve, modernizálva, a legkorszerűbb kiszolgáló létesítményekkel együtt remélem, hogy az akadémia színvonalához méltó lesz, és mi pedig méltóak leszünk a csarnokhoz. A 2017-es, 2018-as bajnokság első olyan mérkőzése, amelyben érintett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Szombaton 18 órakor kezdődik tehát hazai pályán a Budaörs csapata ellen. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Idén 500 hallgatót köszöntöttek a Dunaújvárosi Egyetem tanévnyitóján. Mobil bűnmegelőzési kisbusz érkezett a Dózsa György általános iskolába. Szombaton egy Budaörs elleni mérkőzéssel kezdi az új szezont a DKKA. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk, mert Kölesdi Fanni jön az időjárás jelentéssel, majd Hírplusz című műsorunkban András István rektor tanévnyitón elhangzott ünnepi beszédét tekinthetik meg hosszabban. Ezt követően pedig Gyöngyösi Péter jön a főutcával. Ne menjenek sehová, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Hétvégére visszajön a nyár. Szombaton több órás napsütés várható, de északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. Egy-egy kisebb zápor csak délután, leginkább északkeleten alakulhat ki. A hajnal több felé párás lehet, 8-14 fokról 26-29 fokig melegedhet a levegő. Vasárnap nyugaton lehet felhős az ég, míg keleten naposabb időre van kilátás. Továbbra is délies lesz a szél, délután 26-30 fokos maximumokat mérhetünk. Hétfőn a napos idő mellett egy-egy zápor is kialakulhat, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!